Mesterházy Attila szerint nem csak rá, hanem az MSZP politikájára mondtak nemet az emberek vasárnap, ezért szerinte az még semmit nem old meg, ha fejek hullanak a pártban. Az még nem biztos, hogy a választmány el is fogadja majd Mesterházy és az elnökség lemondását, az viszont már biztos, hogy Mesterházy a frakcióvezetésről nem mond le. Az általunk megkérdezett politológusok szerint látható, hogy Mesterházy ragaszkodik a pártvezetéshez. Márpedig, ha lesz egy új irányvonalat képviselő pártelnök, és lesz egy Mesterházy-féle frakció, az a párt halálos ítélete lehet. Köszönjük szépen, viszlát! Mesterházy Attila a választás éjszakáján látszólag ugyan levonult, de nem mondott le, csak felajánlotta a lemondását a teljes elnökséggel együtt. Pedig új elnököt választani az alapszabály szerint sokkal gyorsabb folyamat, mint teljes elnökséget. Lendvai Ildikó részben ezért is írhatta, hogy csapdába került a választmány. Mesterházy Attila szerint viszont csak a személyi kérdések semmit nem oldanak meg. Nekünk a politikánkra is nemet mondtak az emberek, vagy legalábbis nem értették meg az április 6-ai választásokon. Tehát itt egy sokkal bonyolultabb, összetettebb feladványunk van, mint pusztán kielégítsük, bocsánat, sok esetben a kíváncsiskodóknak, vagy esetem a sajtót értem ez alatt, vagy adott esetben a bennünket kritizálóknak az igényét, hogy már hulljanak már fejek. Mert és nem is biztos, hogy hullanak. Az MSZP elnökének személye szombatig még kérdéses. Az viszont már most kiderült, hogy Mesterházy Attila frakcióvezetőként maradni szeretne. Frakcióvezetőségről is lemond. De menjünk sorba, tehát azt látjuk, hogy most választottak meg frakcióvezetőnek. Ezért kérdezem, nem lemond a frakcióvezetőségről? Tehát nem mondok le a frakcióvezetőségről, az egy másik terepe a politizálásnak, hát az országgyűlési frakciónak a terepe. Az esetleges új pártelnökök között emlegetik Botka Rászlót, vagy talán Hiller Istvánt. Én voltam már a szocialista pártelnöke. Bozóki András politológus szerint akárki is lesz az új vezér, ha lesz egyáltalán, akkor az valószínűleg a frakcióvezetővel szemben akarja majd meghatározni önmagát. Ez pedig rengeteg kockázatot rejt magában, kettős vezetés alakulhat ki. Ez eddig a magyar politikában nem jelentett jót. Annak idején a Független Kisgazdapárt esetében a parlamenti frakció szétvált a párttól, és 4 évig így küszködtek, vagy pedig az SZDSZ történetében ugye a Fodor Gábor, Kóka János ellentét idején ez volt, és ezek mindegyike gyakorlatilag halálos a párt számára, a végkimenetelét tekintve. Tehát ha a párt politikusainak van csöpnyi eszük, akkor ezt nem csinálják. Filipov Gábor politológus is úgy véli, hogy Mesterházy nehéz helyzetet teremtett most a pártban azzal, hogy nem mondott le egyértelműen. Ebből erősen arra lehet következtetni, hogy nem szeretne lemondani a pártvezetői tisztségéről. Az, hogy a frakcióvezetői tisztségről sem hajlandó lemondani, az egy nagyon erős üzenet a pártnak. Nevezetesen azt üzeni, hogyha nagy erőlködések árán mégiscsak sikerülne őt elüldözni a párt éléről, akkor is tényező marad még legalább a következő parlamenti választásig. Az MSZP szombaton tartja választmányát, ekkor derül ki, hogy marad-e Mesterházy a párt élén, vagy ha nem, akkor ki lesz a szocialisták új elnöke.